Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és majd lightosabb játékkal fogjuk folytatni az utunkat, méghozzá nyilván a címből rájöttetek, hogy ez a Genshin Impact. Röviden és tömören én ezzel a játékkal nagyon-nagyon sokat játszom, tehát napi szinten. Nagyon ritka, ha nem jövök föl, általában vagy beteg vagyok, vagy olyan hulla vagyok, hogy mondjuk akkor, ha felébredek hajnali 2-kor, akkor bekapcsolom a telefonomon, a játékot is gyorsan lenyomom a napi úgymond idézésen kötelezőket. Majd elmondom, hogy mi az, úgy azt is látni fogjátok, és be fogom mutatni. És akkor lerakom a telefonról a játékot, és ha feljövök ide a számítógépre, amit akkor a telefonon játszottam, ugyanott folytatom, tehát a telefonos akkunt össze van kötve a gépes akkunttal. Így, ha én most csak így, most itt játszani fogok a gépen, de ha én ezt megunom fogom, felveszem a telefont, oda megyek az ágyhoz, vagy kimegyek éppen WC-re, mert természetesen az a legjobb. Akkor ugyanott folytatom, ahol itt a PC-n abba hagytam. Tehát ez egy nagyon-nagyon így komplex játszható a játék PS4-en is, viszont azt tudni kell, hogy a PS4 akkunt csak PS4, tehát nem lehet összekötni PC-vel vagy telefonnal. Úgyhogy indítsuk el ezt a csodás játékot. Mondom, indítsuk el. Na. Azt is tudni kell, hogy a játék olyan fényes, fényesebb, mint a jövőm, amikor a töltő képernyő van. Úgyhogy hogy ennyi. Röviden. Ez a játék, aki még attól függően nem ismerni, ez egy hát félig online szerepjáték. És hát ez egy RPG, tehát szerepjáték. Bárcsak MMO lenne, de nem. Nem is tudom, hogy hogyan tudnám egyébként megoldani MMO-ként. Mindegy. A sztori az hol is kezdjem a sztori? Szóval extrém hosszú sztoria van. Úgyhogy aki most akarja elkezdeni, nyugodjon meg, nem maradt le semmiről. Meg nem fog lemaradni semmiről. Tegnap egy új banner jött, azaz egy új... A bannerek azok karaktereket lehet kipörgetni. És szerencsejáték jellegűen. Tehát... sokkal jobb. Sokkal! Na! És játszott. Remeg a kép, látjátok? A másik monitoron. What? Mi volt ez? Hadlám. Ki volt és mi volt? Engedjük el. Jó? Én betudom, hogy ez a Windows. Ha mit mondjak erről a játékról? Tehát, nézzük csak, ugye... vannak ezek a karakterek, amiket ki lehet pörgetni. Most jelenleg ez a banner van. Ezt a srácot lehet kipörgetni, meg mellette három kisebb karaktert. Nyilván hozzá az ő fegyója, meg még van egy más. Ez ilyen majdnem örök banner, tehát ezeket mindig így lehet pörgetni. Van egy izém, ezt most elpörgetjük. Van egy kék csillagom, na! Kék jön ki. Fegyver. Csodálatos. Hát itt a fegyverek nem jók. Kéve, hogyha sárga és akkor ilyen. De az a lényege, hogy tehát ilyeneket kell szépen itt fönt gyűjtögetni. És ugye tehát a különböző küldetésekért, meg egyéb fő feladatokért, meg a napi kis úgymond kötelezőkért kapsz ilyen csillagokat. A csillagokat be lehet váltani ilyen pörgetésekre, és mikor elpörgeted, akkor ugye jöhetnek ilyen 5 csillagos karakterek, mint láthatjátok, vagy 5 csillagos kardok, fegyverek, ezek az 5 csillagos fegyverek, és mindegy vannak ilyen különböző, úgymond bannerek, ezeket hívjuk bannereknek. Minden hónapban, mint látjátok, ez 19 nap, azaz 20 nap, majdnem, tehát fogjuk rá, hogy 20 nap múlva lejár. Én például ezt az ittót, ezt nagyon nem akartam kihúzni, de nagyon sikerült.
Tegnap pörgettem egy tizet, ugye mutatom, hogy mire gondolok, itt a történet, itt lent alul. Egyébként ezt a Gorút szerettem volna kipörgetni, a kis négy csillagos karaktert, és itt láthatjátok, hogy tegnap 11:30-kor ugye beléptem. Tehát, mint látjátok, nagyon ritkán szoktam itt pörgetni. Tehát, és nem sokat. Tehát, ha valami érdekel, akkor pörgetek egyet, kettőt, maximum tizet, és ennyi volt az érdeklődésem tárgya. Tehát itt látjátok, hogy 11. hó másodikán, tehát durván már lassan másfél hónapja pörgettem, 1, 2, 3, 4, 5-öt, és kijött a Toma nevezetű srác, és ennyi volt, én csak Tomát akartam kihúzni. Tegnapi nap folyamán látjátok, hogy pörgettem 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot, 7-et, 8-ra kijött az Ittó, nagyon nem örültem neki, mert nekem az 5-csillagos karaktere nagyon nincsen szükségem, nem őt akartam egyáltalán. De a sors azt mondta, hogy tessék, tiéd lehet, egyébként Gorút akartam. Ő ez a kis Maki. Maki. Róka fiú, vagy hogy mondjam. Ennyi. Tehát, hogy és itt a history-ba azért lehet megnézni, azt tudni kell, hogy az 5-csillagos karakterek, meg ezek a kis 4-csillagosak, tehát egy ilyen szerencs alapon pörgetőznek ki, vagy hogy mondjam, húzhatók ki, vagy 10-ből, ha egy 10-est így látod, hogy elpörgetsz, ja nem látod, mert ott a fejem. Tehát most itt alattam, hát ott van 1-es pörgetés, és itt mellett, amit nem látsz, ez, azt egy 10-et levon onnan föntről. Márhova. Ha nem, akkor ebből szedi le a gemekből. Na már most. Én csak is 1-esével szoktam. Minden 10-re garantáltan, idézősen 10-re, tehát ha egy 10-es pörgetést készítesz, akkor kapsz egy 4-csillagos vagy karaktert, vagy egy 4-csillagos fegyvert. Azok nem is rosszak. Az egy jó dolog. Nyilván az 5-csillagos karakterek azok még jobban, ritkábban jönnek ki, tehát ők nem minden 10-re garantált, hanem minden 90-re garantált, ha addig nem húztál ki semmilyen 5-csillagos karaktert. Én most tegnap kipörgettem ezt a csodálatos gyereket, ami azt jelenti, hogy a következő garantált 5-csillagos, az 90-re fog jönni. Persze itt semmi sem garantált, mert ha szerencséd van, akkor nem kell pörgetned 90-et. Nekem ő 50-edik pörgetésemre jött ki. Annyira nem örültem neki. Nem is tudom, mire gondolok ezáltal. Tehát lehet számolni, egy oldalon van, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab. Tehát... Kujo-sara, Kujo-sara, Raiden Shogun Kujo-sara. Azt kell tudni, hogy nálam, amikor volt a Raiden Shogunos, az egy, mondhatom, hogy melyik karakter, ezt egyébként szeretem használni, ilyen karakter, őt nagyon-nagyon szerettem volna, na mondom, pörgetünk, ugye itt, általában 9. hó elseje. Itt kezdtem el a pörgetést, én 1-esével szoktam, tehát sosem 10-esével, mert az... 1-esével nekem én úgy vettem észre, hogy sokkal gyorsabban jönnek a karakterek egyébként. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor pörgettem egy Kujo-sarát, aztán még egyszer egy Kujo-sarát, ennek örültem, mert az egyik elég jó karakter tud lenni, úgyhogy... hát akkor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-re kijött Catching. Na mondom, de jó, akkor nem fogom megkapni Raiden Shogut, gondoltam én. Na de, mondom, akkor még pörgetek rá egy párat, hát ha. Na, akkor kijött Catching, tehát az azt jelenti, hogy lenullázódik, amit eddig pörgettél, tehát a következő esély nem sok, pár százalék, hogy kijön újra egy 5-csillagos. 90-re biztos kijön. Hát, ez tök király, csak ezek a kis pici, ezek a kis csillagok, ezek nagyon-nagyon lassan jönnek. Megmutatom, hogy mindjárt, hogy miért.
Pörgetek egy-kettőt, hármat, Kujo Sara, négyet, ötöt, hatodikra, meg kijött a Raiden Shogun. Tehát ennek az esélye az, hogy pörgettem kb. Mennyit? Hatot, meg ott is, nem tudom mennyit, hatot, tizet, tizenhatot, vagy huszat, mondjuk, nem tudom, most hirtelen nem jó, jó, nagyon fasz a számolás. Na, fejemben mindegy, engedjétek-e? Szóval ahhoz képest ez, hát na. Tehát itt van egy, kettő. És akkor... meg tíz, hát igen. Tehát egy tízes pörgettem el. Elég sűrűn vannak ezek a lilák, tehát hogy én nem tizedikre szoktam megkapni általában ezeket a lilák. Tehát minden tizedikre garantál, de én inkább a hetedik, hatodik vagy nyolcadikra megkapom. És akkor újra kezdődik, tehát hogy akkor következő tizedik alkalomra 100%. Én nekem akkor meg az is, tehát én azt mondom, hogy érdemes egyesével pörgetni, mert egyszerűen nem sokat pörgettem, és jöttek itt, nekem folyamatosan nekem dobálja ezeket. És hogy milyen karaktereim vannak? Hát, igen. Hát van egy pár, amiket nem mindegyiket használom, mert ugye Tomás csak akartam, hogy egyszer majd jó lesz. Szerencsétlen. Vannak ilyen, tehát az a lényeg, hogy mikor kihúzol egy karaktert, és kihúzod esetleg még egyszer, mert tudod, hogy Kujo Sara milyen sokszor jött. Azt sem tudom, hogy hol van. Tehát őt ötször húztam ki. És azért látszik, hogy ötször, egyszer megkapod, oké. És vannak ezek a konstellációk, tehát kihúzod még egyszer, megkapsz egy erősítést. Kihúzod még egyszer, akkor még egy erősítést kapsz, még egyszer és még egyszer. Tehát, hogy ha szerencsére is kihúzod egy karaktert sokszor, lehet, hogy csak egyszer húztam ki, most pörgettem ki, akkor a többi az még nem nyílt fel. Ha kipörgetném még egyszer, amúgy nem akarom, mert nem szeretem, akkor ugye kapnék ilyen kis konstellációt hozzá, egy erősítést egy a spelljéhez, a varázslatához. Úgyhogy, hát, vannak itt ilyenek. Na mindegy. Én örülök egyébként, ha catching jön, mert catching-el nagyon szeretek lenni, mert darálni lehet. Most már eleget pofánztam erről a játékról. Hogyha kellene segítség dolgokban, akkor nyugodtan szóljatok, mert már a megjelenése óta játszom a játékkal, úgyhogy itt ebben a részben megcsináljuk a kötelező köröket, ugye mutatom, hogy miről lenne szó. Naponta 4 ilyen küldetést kapsz, ilyen lilát, amiből gemek jönnek, mint láthatjátok. 10 gem. Azaz 40, és ha leadod ezt, hogy megcsináltál minden, tök jó, akkor kapsz még ajándékba 20-at, tehát 60 gemet kapsz. Na már most azt kell tudni, hogy nyomtatom, hogy nem itt ezt akartam. Tehát. Ah! Azt mindjárt beváltjuk. Ha! Oh! Tehát egy ilyen pörgetés 160-ba kerülte, meg naponta 60-at kapsz. Oké. Ettől most tekintsünk el, mert azért vannak ezek az eventek, ami most is van. Így, ugye azok a kötelező küldetése? Így ugye azért ott is kapsz ilyen 30 gemeket, meg van ahol egyébként elég sokat tudsz összegyűjteni. Úgyhogy most ezeket megcsináljuk, mert ugye az eventben benne vagyok, de még 4 nap van és lejár, és még hozzá se nyúltam az eventhez. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy természetesen megcsináljuk a kötelezőt. Ez az azt a pár darab, ugye itt a kis karaktereidet, amiket kipörgettél, el tudod küldeni. Ugye eléggé fájja most az a hüvelykújja, mert úgy bevertem, hogy be van dagadva és meg van zúzódva. Nem tudom, szerintem nem fog látszani. Így is van egy nagy dudor rajta. Na mindegy, értitek? Tehát most már a kömet is csinálnom kell. Na mindegy.
Szóval olyan ügyes voltam, azt kell tudni. És vannak ezek a napi különböző feladatok, meg kell csinálni. Ugye most én erről beszélek. Tehát itt ebbe a kis zászlóba belemegyünk, és a déli, a napi küldetések 4 van. Egy, hogy lép be. Oké, zöld pipa. Bányász 10 itemet. Én ezt kiszoktam bekelni azzal, hogy elküldöm itt nála a karaktereimet. Csendbe legyél. Elküldöm így bányászni. Tehát, hogy ilyeneket kell kiszedni. Nem is tudom már, ki van bányászaton. Kecsing? Kecsing. Tehát, hogyha behoz ilyenből 20-at, vagy 10-et, ezekből fix, hogy behoz annyit, akkor megadja ezt. De egyébként meg tudtok bányászni így szerte a világban is, úgyhogy ez senkit se zavarjon. Na már most. Érdemes, mert különben, hogyha ezeket gyűjtök... Nem ezt akartam. Ha ezeket a napi küldetéseket megcsináljátok, illetve a hetit, ezeket is mindig megszoktam, akkor, meg ugye van a havi, természetesen ezeket is megszoktam, ugye ez a BP level így növekszik. A BP level, ha növekszik, ugye, akkor ilyen plusz tuccokat kapsz, tehát a felső sorról beszélünk, az alsó sor fizetős. Tehát lehet, hogy egyre sok mindent megkaptam már a felső sorból, tehát innen is kapsz plusz, ugye, csomó tárgyat, pörgetést természetesen. Az alsó sorért ugyan fizetni kell, 4000 forint, ha jól emlékszem. Dollár, akkor hát... Amennyire rossz a forint, 4000 forint. És akkor full megkapod a full alsó sort. Addig a pontig, ameddig te eljutottál. Tehát, hogy 31. szinten megrekedsz a hónap végén, akkor 31. szintig megkapsz mindent az alsó sorból. Tehát nem kell még egyszer újra csinálni semmit sem. Ami a felső sorban kipipálták, akkor az azt jelenti, hogy az alsó sorban is full ki van pipálva, ami több millió goldot jelent, stb. Pörgetést is több darabot. És a legvégén egyébként 680 gemet is, illetve itt ugye ez az arany lába, ebben egy nagyon jó fegyver van. Tehát itt Kecsingnek a kardja. Ő az. Természetesen én ennyit költök a játékra, én soha nem vásárlok pörgetést. Ugye persze természetesen pénzért. Természetesen pörgetést lehet vásárolni, hát miért ne lehetne? Ez egy ingyenes játék, ugye? És itt ebben is ugyanúgy, mint a több ingyenes játékban, a mikrotranszakciók miatt is létezik ez a játék. Tehát ha nem lenne elég ilyen kis, pici kis csillagod, gemed, akkor a shopban természetesen bankkártya összeköttetéssel ugye lehet venni dolgokat. Ugyebár. Ugye ilyet is lehet. Ilyet venni fogok, mert ez kemény, mennyi? 5 dollár? 2000 forint? Igen. 2000 forintért napi 90 gemet kapsz, és még egy ilyen 300 ilyen kis beválthatósat. Okay. És ugye így van, és akkor ilyen kis kristályokból szintén lehet gemeket vásárolni. Át lehet ezeket, ezeket a kristályokat lehet átváltani. Ilyenre. Nekem 600 gem jönne belőle, de nem akarom. Tehát, hogyha azért ki tudod számolni, hogy 600 gem és 160 kell egy darab pörgetéshez. Most számold ki, hogy itt kapsz 980-at, meg még 980-at, mert bónusz is jár, meg még nem. Én nem vásároltam ilyet még soha. Minek felesleges, de most magyar pénzben számítsd ki. Igen. Szóval nem nincs ezzel semmi gond szerintem, hogyha valaki vásárol, mert ha van rá pénze és megteheti, és szeretne erre költeni, miért erre költetne? Tehát ebből van a fejlesztők fizetése is, tehát hogy... Én viszont ilyet veszek.
Már csak azért is, mert csak hármat tudtam. Akkor ilyeneket gyűjtögetnem kell. Ezeket lehet gyűjtögetni. Ha kihúzok valami fegyvert, akkor kapok ilyet ajándékba a játékból. Tehát ez a játék ad ilyen kis dustot. És én általában ezekre az ingyenes pörgetésekre szoktam elvásárolni. Ilyeneket nem lehet venni. Tehát ezt a Stardustokat nem lehet venni. Ha kipörgetsz, mondom, egy lófittyet, akkor kapsz. De én most többet nem fogok pörgetni, kivéve maximum ennél, mert ennél nagyon szeretném már nagyon régóta megszerezni manát, és valahogy így legyetek egyesével pörgetek, tehát jobb, többször jön lila. De itt jött egy csicsi, még szeptemberben. Azóta, hát 5, 6, 5, 30-at pörgettem, és még nem érkezett értelmes karakter. Na, azért nézzük meg, hogy jön-e. Hát, kék az jön. Nagyon jó. És akarom mutatni, látjátok, hogy kaptam ilyen Stardustot, 15 darabot. Nagyon szuper. Köszönjük szépen. A la carte. Oh, már nem azt hittem, hogy izéj. Na és ilyen, amikor kihúzol egy karaktert, akkor szintén kapsz, ez egy konstellációja, itt látjuk alul. Mert már ez a karakter nekem megvan, tehát nem azt, hogy megkapod még egyszer, tehát kapsz konstellációt, hogy erősítsd a képességeit, vagy egy képességét, nem tudom most hol tartunk, még kapsz ilyen két darab ilyen masterless star glittert, amit szintén pörgetésekre lehet elhasználni. Ez nagyon jó, csak az a probléma, hogy nem ezt akartam. Na nem baj, még egyet elpörgetőzünk. És egy szép kék. Hát az senkit nem érdekel. Nem baj, annyiban ez jó volt, hogy tudok venni. Hát ebből is ilyenből is, tehát van nekem 70, és ez csak a karakterekért jön. Tehát a karaktert húzol ki, akkor ilyet kapsz, ha nem karaktert húzol, hanem fegyvert, akkor meg ilyet kapsz. Amit úgy értem, 3 csillagos cuccot, akkor Stardustot, ha 4 csillagos, akkor Star Glittert. Nyilván lehet venni. És nekem ugye ez... ugye Barbarát nem tudom megvenni, mert már megvan egy csomószor. Nyilván ezzel lehet venni cuccokat, kardokat. Ezzel elég jó kis fegyvereket, és mi egymást. És csak... ezt láttam. Ah, van akkor. Szomorodjál meg. Na mindegy. Ja, igen. És akkor mutatja nekem felkiáltó jellel, hogy itt történt valami. Csak hol? Itt. Konstelláció. Nem rossz karakter egyébként. Ilyen sokszor kihúztam. Jó. Néha rájövök, hogy néha fel kéne húzni ezeket a karaktereket, hiszen ha ennyiszer megvan, akkor what are you doing? Miért nem? Mindegy. Engedjétek el, majd felhúzom. Kis Chori? Hallod, de Chori? Na mindegy. Kis kettes. Üssét. Ő a Raiden. Nagyon szeressük a Raiden. Csicsi. Na mindegy. Menjünk tovább. Tehát. Megcsináljuk ezeket a kötelező köröket. Remélem, hogy egy nagyjából így bemutató kis magyarázás nem volt olyan fárasztó. Nem voltam annyira fárasztó kis magyarázkodásommal 500 éven keresztül. Ó, pedig ezt tudom, és meg el fogom felejteni. Az lényeg, hogy beszélni kell velük, és barátkozni kell, és vannak megadva pár ilyen válasz. És ha jót választasz ki, akkor táncol, ha nem, akkor szívtad, mert akkor ideges lesz, és akkor megtámadnak, és akkor meg kell őket ölni. Na mindegy. Nem tudom.
Oké. Szóval, ha ezt valaki nem tudta, akkor most én randomra sikerült nem megölnem őket. Pedig egyszer megígyeztem. Most csak így random. Oké, hát... Jó. Mindegy, most legalább sikerült. Mi van a hajammal? Na. Ó, be sincs kapcsolva ez a videó. Oké. Jó. Akkor előleg is 10 jött. Hát ugye milyen csodálatos? Menjünk tovább. Jó, megnyomtam az ujjamat. Ügyes voltam. Meséltem, hogy csináltam. Hát ügyes voltam, olyan miharusan. Tehát, hogy akartam állítani a... Amúgy a játék az hát valami extrém jól néz ki. Oda föl már fogunk mászni. Oda föl. Vagy oda legfölülre. A csajnak ott a hajának vonal a közepén, látjátok azt a... Ami ott lebeg? Na, oda fölmászok nektek. Ezt nem tudom, hogy milyen a... Ez így minden körbe. Egyszerűen... Szerintem nagyon jó. Na. Várjatok. Mert ugye, van ez a nagy bigyó a térképem. Mutatom nektek. Ő ott. Na hát őt érdemes kigyiffantani. Ugyanis. Nem ide akartam jönni. Ugyanis. Ugye ez a BP-t leveled, ugye növeled. Milyen mondatod? BP leveled, növeled. Na mindegy, engedjük el. Tehát ez meg a hetibe van benne. És ha megölsz 10 ilyen boss-t, ami a térképen van, akkor kapsz 450 ilyen szint pontot. És ugye 1000 pontonként növelődik a BP level, de vigyázzatok, mert egy héten csak 10 000-et lehet elérni. Nem menjetek fölé, mert akkor hiába csináljátok ezeket a küldetéseket. Ha 10 000 fölött vagytok, akkor már nem ad többet. Tehát ezzel sarkal a játék arra, hogy minden héten jöjjetek a játékba, minden nap, minden héten. Vagy hát, ami nem is minden nap, mert nyugodtan be lehet hozni egyébként a havikból, nagyon szépeket ad. De nem szabad el, ezt meg fogom csinálni, ezt az eventet most, mert ez nem szabad. A lényeg az, hogy mert különben nyilván nem kapod meg, és... Szóval, már csak egyre van ilyen szükségem. Elég szart utcokat adott, jó van, mindegy, úgy se kavics. És ugye, nekem még csak, ugye látszik, hajnalba játszottam, tehát, hogy ezeket a pontokat tudjátok elkölteni. Ez naponta 160, tehát ha megölsz egy ilyet, akkor 40 holdacskába kerül, hogy megölted. Tehát ez, hogy lehet gemmel is ugye nyilván 60, ez hülyeség szerintem. Aki nem ingyen kapja, az. Tehát vannak ilyen kis betörhető játék is ad egyébként, láttátok, a BP level is ad, de lehet ugye a játék során is ilyen holdacskákat kapni. Nem ilyen színű ez a holdacska, hanem ilyen. Ezeket be lehet törni, és 60, ez az egy darab holdacska, 60 darab ilyen kis mini holdat ad, amivel lehet ezeket gyilkolászni. Melyik egy gyilkolászni? Ezt még gyors megöljük, ezt a... Olyan jó, fényes.
Atya úristen. Tehát. Most mondjátok meg, ez a játék mennyire jól néz ki, hanem? 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 De mindegy. Vannak benne nagyon jó kis zenék. Meg minden. Úgyhogy én nagyon, mondom, nagyon kedvelem ezt a játékot. Mindenki sajátosan játszik. Értem ezt arra, hogy valaki az összes karaktert szeretné kihúzni. De ahhoz, hogy felfejlődjön, hogy erős legyen, hát apukám. Ahhoz komoly meló. Ez víztípusú karakter nyilván egyébként. Ez jég. Látjátok, és ott már jelzi is nekem felkiáltó jel, hogy történt ott valami. Igen. Igen. Juhú! Szuper. No. Bountyst kéne nyifa... ezeket kéne kinyifantani. De hát már nincsen annyi elég bigyókám. Nem baj, megcsináljuk a kötelezőket, tehát... a küldetéseket, és akkor folytatjuk a... az eventtel. Pa-pa-ra-pa-pa, I'm loving it. Ó, őket kell kinyifantani, szuper. Azt szeressük. Na, ne piszkálgassatok! A Jokát nagyon-nagyon kedvelem, mint karakter. Elég erősen sikerült felfejleszteni. Na, csak beakad mindig ilyen dolgokba. És onnan tudod egyébként egy karakter, hogyha erős, ugye? Itt van a kis karaktered. Rámész, hogy nyilván mennyi HP-ja van, mennyi támadása, mennyi védelme, elementál erősítése, elementáros képesség erősítés, blabla. És nyilván egyébként fontos, hogy a crit rate és a crit damage legyen magas. Na már most Ajakának ez pöppet magas, még a crit rate-et kéne... Na, fókuszálj kamera! Még a crit rate-et kéne növelni, de így már kicsit már elégedettebb vagyok. Mert ha ez backcrit damage-el... Há igen. Na! Van még itt van? Aha, még van egy küldetés. Picsi ujjam. Ez mindig kivilágítja a szememet. Merre van? És legyen mindenkinek más színű a szárnya. Ugye ezeket is lehet gyűjteni. A játékban. Mondom ezt úgy, hogy ha különböző területek, ugye ez a térkép, különböző területek vannak. Nem mindegyik szeszezek, mert lusta disznó voltam megcsinálni. Tehát ez a terület így itt. Liyue területe. Ez itt meg Mondstadt. Átmegyünk. Ugye ez a szigetes terület egyébként, pedig... Tsurumi Island, Seru Island. Ez igazából, hogy is... Inazuma? Inazuma. Tehát, hogy van ez, a szigetek, azok Inazuma, Liyue és Mondstadtos. És ugye az a lényeg, hogy úgymond hozzájuk hűségpontokat kell gyűjteni, akárcsak a Tesco-ba. És akkor adnak ilyen szárnyakat természetesen.
És ugye nyilván ezt kapod meg, amikor elindítod a játékot, és kapsz egyet ajándékba. Meg kettőt kapsz egyből. Ugye ez az azur, ez a... Nekem is rossz hozzá. Az a kék. Ez például Mondstadtban szereztem meg. Hiszen ott kigyűjtöttem a hűségért járó pontokat, 10-es szint. Ez Liyue. Ó, és akkor bocsánat, van még egy, az a nagy hegy, az nem vonatkozik. Az a nagy hegy, ahol majd fel akarok majd nektek mászni, akkor ott is ugye ezt ki lehet gyűjteni, ezt a hűséget ott mondjuk oda. Ez az meg Inazumának. Ezt meg kaptuk ajándékba a készítőktől ismét. Úgyhogy, mert nagyon-nagyon jól muzsikál ez a játék konkrétan világszerte. Úgyhogy azért osztogatnak. Tegnap is 400 olyan gemet kaptam, amúgy, amiből lehet pörgetni. Összesen 1600... hol van? 1600 gemet itt láthatjátok, hogy nem ezt. Eltűntek a gemes értesítések. Becs! Ah, itt van. Köszönő levél. Tehát itt van, látjátok, nagyon-nagyon-nagyon sok. Látjátok ott alul, hogy mindegyik 400 gemes. Majdnem, tehát van 200-asok is, tehát, hogy azért adnak ők is bőven. 300. Tehát elég sokat azért adnak ők is. Mert ugye a legjobb, azt hiszem a legjobbjáért járó, igen, itt van. Köszönjük a támogatást, hogy a Genshin Impact megnyerte ugye a legjobb mobil játékot. Ezen a játék avarcon, 2021-es játék avarc, ami most volt egyébként pár nappal ezelőtt. És december 11 és 14 között, ami tegnap már volt, kiosztanak 1600 gemet. Az 1600 gem az 10 pörgetésre elég, csak szólok. Nem rossz, mert legalább adnak. Tehát, hogy én ezeket viszont szinte látjátok, hogy ennyi gemem van, és nem azt mondom, hogy sose költöm el. Utoljára Raidennél költöttem el olyan. Ajakát is kihúztam elég gyorsan. Raident is, csak ott a fegyver... minek a fegyver... Ja igen, nem is Raidennél, Ajakánál pörgettem. Sokat, idézőjelesen, tehát ott meg a kardját is megszereztem. Tehát Ajak azért ilyen erős, mert ez a kardja, ugye külön a kardbanneret is kipörgettem. Nem sikerült elsőre, úgyhogy másodjára kellett kipörgetni a kardját, de sikerült. Úgyhogy ott egy olyan jó 20-30 ezer gemet elköltöttem. De azért, és lehetjétek képzelni, mennyi gemem volt akkor, ami most is 30 ezer. Úgyhogy ez is megvan, és látjátok, hogy ho-ho, már megint itt. Megvan a napi 4 küldetés, és most le kéne adni. Ugye látjátok is azt, hogy 150 olyan holdacskát kéne elköltenem. De hát ugye még nem tudom, mert hogy. Úgyhogy átmegyünk a másik, ide szoktam jönni. Bocs, de hogy ez mindig kivilágítja a tekintetemet. Nagyon jó. Olyan jó, hogy... Végre. Köszönöm. Tudom, hogy végig pofázok. Itt át kell jönni. The guild does not routinely have dealings with the Tenryo Commission, but since they have commissioned us on this occasion, we must lend them our full support as we would any of our clients. Thank you once again. I will await your... Meg fogom csapkodni ezt a nőt. Tehát, hogy azt magyarázza nekem, hogy meg vissza kell jönnöm, mert ugye benne vagyok éppen az ründva. Jó! Szóval így állunk. Akkor meg kell csinálnom, mert... Felgyűri az agyamat. Na mindegy. Szeretném megkapni azt a 20 gemet érte.
nem az. Jézus Isten. Ez nem tudom egyébként miért csinálnak mindig ennyire extrém fényesre. Ja, és akkor a játék elején egyébként, azt nem is mondtam, ugye nyilván van egy fő karakter, aki a sztori, a történet szól, ő pedig ő. Ugye lehet látni, az elején lehet választani egy fiút, vagy egy lányt, ugye akik ikrek, és jelenleg neki elektromos képesség van berakva, de egyébként ő tudja váltogatni, tehát nekünk a karakterünk azért különleges, mert tudja váltani a képességét, tehát, hogy... ugye ezt majd megkapjuk, majd gondolom... Igen, ezt nem szereztem még meg hozzá. Meg ezt se csináltam még meg, de... majd level up-olok. Na mindegy. Nem használom egyetlen szót, nem fogom level up-olni. Nem rossz karakter, de a többiekhez képest nagyon gyengének érzem. Úgyhogy csak úgy van. Ő a sztorira használjuk. Nyilván egyébként ő a főkarink. És akkor egyébként most lehetek elektró, de egyébként mi van neki? Széltípusú, illetve ilyen föld típusú, tehát geó karakter. Jaj, utálom ezeket a ugráló, zenélő. Ugye eltűnik. És valahol megjelenik, ugye? És követni kell őt. És kap ad plusz cuccost. Hol az a retkedék? Jaj, ne ess már le! Jaj! Ne ess már le! Sztori. Most miért nincsen hangja? Miért nincs hang? Jó, ez egy ami bug valami, nem tudom. Szamuráj kutya! Nagyon jó. Jó, nem tudom miért nincs hang. Amit ugye a beszédhang igazából nincs, mert háttérhang az van. Az ott van, ott sétál lent a szamuráj kutya, nagyon jó. Ez zseniális. Én ezt nem tudom elmondani. Ez zseni. Tehát ez zseni. Na. Haladjunk. Menjünk. Amikor csak végigpörgetem, mert annyit tudnak beszélni, hogy... mint... szóval a sztorit meg alapból tudni fogod. Jézusom! Na tehát. Ja, aha. Dick. Oké. Tehát nem szabad észrevenni minket a szamuráj kutyák. Taktikát kell váltani. Jaj, nem így. A partit kéne átalakítani. Tehát... kéne egy íjász. Nem lehet őket megölni? Erősek amúgy? Egy csak kérdés! De én egyébként... azt a szóval erősek vagyunk, értem. Meg kell menteni. Hogy dobják ezeket a surikeneket? Jó, kipróbáljuk magunkat ellene. Incoming.
Aha! Á! Jó, értem. Szóval az a lényeg, hogy semmiképpen se vegyenek észre. Jó. Nem lehet őket megölni. Jó, hát szomorú ez a helyzet, de... Jó. Pedig én már simán meg akartam velük ütközni. Uh-oh. Hogy kell őt megmenteni? Jaj, ilyen el kéne kapni ezzel a... Oké. Okay. Egy megvan, értem. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, rájöttem. Jó, 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 nyugi, nyugi, rá kell jönnöm, rá kell jönnöm. Aha. Nem is rossz egyébként. Nem bántani. Aha. Ott egy Reuka. Aha. Oké. Okay. Oké, okay, azért szeretem a jakát egyébként, mert ugye lehet menni vele a vizen. Tehát ez viszont egy tök jó dolog. Ja, most már kezd ugye beállni a kis szám. Már amikor már nem magyarázok, már nagyon benne vagyok ebben a... az eventbe. Ó, és valami történt. Event details. Ah, és ugye nyilván az event miatt ugye kaptam 60 gemecskét. És akkor majd még kettő ilyen lófittyet meg kell csinálni, majd úgyis mutatja mindjárt a feladat, hogy mit, hogy, merre, hány méter. Ugye ezt még... Aj, ne, ezt még el se kezdtem. Az event vége. Hát, ezt viszont nem csináltam meg, úgyhogy... szomorú. Ah, ne! Azt lát, igen, ezt nem csináltam. Hát ez a hátrányátok, hogyha sokat dolgozol, arra nincs, nem. Azt hittem, hogy lesz még rá időm, de ez az eventnek már vége. Na mindegy, hát így jártam. De akkor ezt a kutyusosat, ugye van még rá 4 napom, tehát nem fogom. Meg kell menni. Jó, messzire, oké. Okay. 60 gem, tessék. Na, jó van. Na nézzük csak. Ajajajajajaj. Ajaj, be vannak zárva. Jó van, hát meg kell menteni. Hát ezeknek neki lehet menni? Mert én úgy nekik megyek, hogy meghalnak. Ja, még van. Incoming.
day. Cut to the chase. There's more. Take flight. Ja, Istenem, van még? Na szóval. Juhú, kutyus, menj szabadon! Van még? Jaj, kutyus, menj szabadon! Thank you, Veri macska! Nagyon szívesen, de tök miért nincs hangja, hogy beszélgetnek, nem értem. Menj az idő. Körmet is csinálni kell. Oké. Oho! Szuper! Meg is van. Következő meg is nyílt. Go to the quest. Megint 60 gem. Szuper! És merre kell menni? Ja, várni kell reggel 6-tól délután 6-ig. Akkor az időt befolyásoljuk reggel 6-tól. Tomorrow. Várok is. Oké. Okay. 2000 méter. Oké, nem is kell olyan messzire menni. A városba el tudunk teleportationolni. Látok, most már bekényelmesítem a testemet. Na jó, esik így hátra feküdni. Ú, de fáj a kezem, vállam, kezem, lábam. Vállam, kezem, ujjam. Fejem is fejem úgy, de ez már csak mellékes. Most ott eszembe talap, én vettem magamnak, vettem magamnak, hogy hívják ott. Úgyhogy az kell. Vagy itt. Jégkrémet. Vettem jégkrémet, és nagyon finom jégkrémet vettem. Vettem súskaramellás. Magnumot. Ó, de én most ezt eszem, mert nagyon éhes lettem rá. Most mi legyen? Menjek ki érte. Annyit látom, hogy zabálok. Most ebben felszedtem pár kilót, úgyhogy lepnem kéne. Nem baj, mondjuk azt, hogy jövőre? Itt a karácsony? Na, oké. Tappancsormester! Jó, akkor oda kell... oda kell menni. Na. Oké. Okay. Úgyhogy egy csöppet Benny kiminázsoztam a hátsó felemet. Nem mondom, hogy olyan rossz, de azért lassan a ruháim is jó lenne, ha rám visszajönnének, ugyebár? 5 kilóval nagyobb lett a hátsó. Ó, mi történt? Nem baj, az jobb lesz az úgy, nem? De hát akkor meg... Mit rinyáltok? Na, hát itt valami beszélgetések vannak, kérem szépen. Xavier. De most mi van ezzel, hogy nem beszélnek? Mindegy. Nem baj, legalább nem hallgatom Paimonnak azt az idegesítő hangját. A Paimon az a kis mellettünk lebegő valami. Úgyhogy... Úgyhogy ja. Valamikor el kéne olvasni, amit kéne csinálni. De én amikor nem is olvasom el. Nem érdekel. Adják el, amit le kell győzni. Ez megvan oldva a helyzet. Még egyszer beszélni kell vele. Hát nem érszem el. Are you ready? Ready vagyok! Újújúj, mit kell csinálni? Újújúj.
Jaj, nem, nem. Hát egy elég nehéz harcol, napukám. Ennyi? És mit kell csinálni? Hol megy? Hogy hova megyek? Várjatok még egyszer, mi van? Igen, fel akarja venni azt, hogy szétkapom őket, mint a... Ja, hogy a három pozíciót nem vettem föl, aha. Jaj, bocsánat. Bocsesz! Tényleg kérek elnézést, hogy együltő helyenben megölöm mindet, hát. Hát hogy ő a fő karakter, tehát hogy vele történnek ezek a dolgok. Tehát az, hogy vannak karakterek, amiket kipörgetünk, az csak egy dolog. Oké. Okay. 6-30 gem, na ennyi. Bitch. Másszál föl. Nem látok. Nem jó. Na. Hogy mi van? Szopatol. Nem ezt akartam. Na jó van. Hol van még kis állat? Na várja. Jó, ott van a szélém. Mi történt? Oké. Oké. És akkor hol van még? Vagy mi van? Hát túl sokszor vettek észre. Mi van? Ó, mamma mia, Szent József. Na mindegy. Ja igen, aha. Jó. Ja, értem, aha. Na. Hát de... Ja, Isten már! Ó, jó, az nagyon szép.
Igen. Jó, nagyon rá voltam koncentrálva. És akkor a következő... Jó messze van. Úgyhogy... Most egy percet kérek. Fischl. And the princess in different earth. No, tehát akkor. És akkor ugye mászásban is azért meg repülésben is el tud fáradni a karakter. Ugye arra azért oda kell figyelni. S, ó, ez ilyen kutyus mentősös király. De inkább nem ezt a karaktert akarom. Basszus! Na mindegy, most már... Pim-pim-pim-pim! Pim-pim-pim! Szóval kutyus kimentés. És itt is kutyus kimentés. Szuper! Oké, ugye cuccot be lett fejezve az event. Ismét 60 gem, és akkor őt kell most kibontani. Lokkolva van. Akkor... Jó fejadójám. Közben megett egyébként, hogy mázett más a hajam, mert közben kimentem és megettem egy kis jégklémet. Meg csokit. És most, hogy más vízt vettem vissza a fülest. Igazából ennyi. A pipak. Nem tudom, hogy miért nincs hangja. Engedjétek el. Ugye játéknak van, tehát csak ennek nincs. Na, szuper. Következő. Go to the quest. Ugye nem egyébként, nem rossz egyébként az, hogyha... Ha vártok egy kicsit az eventel, csúszunk egy kicsit az eventel, tehát nem azonnal csináljátok meg. Legalábbis én nagyon sokszor, mint itt látható, szoktam várni. Persze ne felejtsétek el, mint én az előzőt. De ettől függetlenül... már azért is, mert... akkor így egyben meg tudjátok csinálni, és nem olyan hosszú. Én most ugye nyilván az, hogy beszélek hozzátok, elmagyarázok egy-két dolgot, mi hogy van. Ha valaki olyan talál rá a videómra, akinek ez még nagyon új, vagy... vagy már nem új a játék, de még mindig esetlegesen nem tud pár dolgot benne. Persze én sem vagyok 100%-ig minden tudó egyén. Hiszen hogy is lehetnék az. Csak azért elég a kb. A játék megjelenése óta, vagy a játék megjelent, és akkor mutatták nekem, hogy van egy ilyen játék. És az kb. A játék megjelenése után 2 héttel volt. Vagy 3. Valahogy így. Tehát nem pont a leges-leges legkezdetek, hanem egy kicsi csúszás, de ettől függetlenül nagyon-nagyon
És akkor igazából halványilag gőzöm sem volt, hogyan kell ez a játék. Csak tökre tetszett ugye, hogy felfedezős, össze-vissza mendegéltem, és amikor így realizáltam, hogy vannak ilyen napi eventek, meg milyen heti, meg lófigy, akkor szerintem az első, nem is tudom mennyi időszakban nem is csináltam, mert nem is tudtam, hogy van. Egy megvan, most... Na. Szóval... Basszus. De nem őt akartam, hanem ezt a nyom... Megőrülök, komolyan mondom. Hova még ilyen kutyafitty? Ott van egy cica. De... Jó, hát ez nem lesz egyszerű, úgy látom.
Ide kéne valahogy hozzam. Megörülök, esküszöm! Imádom ezt az eventet. Szórakozol velem? Nem megy el olyan hossz, messzire, hallod? Hát megőrülök. Miért nem lehet őket csak simán kinyiffantani a jó tevenyerekbe? Na most komolyan. Csak kérdezem, nem mint hogy a zavarna, de már kezdem utálni a kutyákat. Egy ötletem, de nem biztos, hogy beválik. Gyere! Gyere, nyomorék! Te is gyere! Gyertek ide! Ide gyertek már, ahol én vagyok! Az anyád, úristen! És nem, és visszajön, hallod? Na jó van. Hú, de egy gyűlölöm. Nem ezt akartam nyomni. Csak körmömmel sikerült át billentenem magamat a másik irányba. Lenne őket inkább megölni. Nagyon szomorú, hogy nem. Ha észrevesznek, akkor konkrétan egyből cseszhetem.
Nagyon szeretném őket megölni. De úgy igazából őszintén, tehát ilyen... Ilyen mélyből jövő gyűlölettel. Nem tudom. Nem tudom, mit mondjak erre. Csak azt, hogy sajnálom. Fű, hogy ezt kitaláltak egy szó. Kifigyeltem 500 év alatt, hogy merre néznek azok a nyomorék kutyák. Ha remélem, a végén meg lehet őket ölni. Ja. Na, adja valami jót, kristályok, az a rossz. Ó, ezeket szeretjük. Egyszerre kell őket megölni, mert... Mert ha nem... Akkor az egyik, ami a likrek, úgymond felerősödik. Visszanyeri az életének nem tudom hány százalékát, úgyhogy nem akarom még egyszer megcsinálni. Amúgy ez volt az egyik legnehezebb, halljak meg. Amint, hogy nem volt úgy kifejezetten nehéz, csak így... Nagyon ki kell. Én meg azt hittem, bemegyek a csata közepébe, az csing-csing-csang-csung, kész meg van oldva. Hát itt gondolkozni kellett, nem lehet csak úgy izé erővel bemenni, aztán szétvágni mindenkit, úgyhogy ki kellett figyelni, hogy melyik, hányszor, izé 800 méterszer per szekundumos sebességgel fordul meg. Na mindegy, hát jó, hát ez az event is meg lesz akkor így. Úgyhogy... Oké. Van még? Please speak to President Sanga. I'm just a helper. Megint várakozni kell, természetesen. Na mindegy. Kétezer méter, hát... Menjen oda gyalog, akinek két anyja van. Na mindegy.
Pere-pere-pere. Meg kell találni Ryu-t, ezt beszélnek kell vele. Vagy Ruit, bocsánat. Val, wow, zene ez a kis mókadék. Ki az? Értem. Hú, jó van, jó van, jó van. Na. Ne bau... There's no way to have another Igen, és most? Oho, ajjaj, wuff wuff kutya. Fekete árnyék. Kutya! Remélem, hogy ki kell nyírni. Remélem, hogy egy kutyát... Na jó, most nagyon sunyán hangzott. Nem akarom szegényt bántani, de... Megőrítettek ezek a kutyák rendesen. Szamuráj kutya, érted? Hát megőrülök. Nem kell kutyák, tényleg kutyákkal harcolni, mert... Nem szeretem bántani az állatokat. Bemegyünk, megöljük. Mi kell ehhez? Nem tudjuk. Gyerekek, itt harc lesz. Ó, azt a pip! Na, hé, viselkedjé! És most? Ugyan tök jó, hogy meg kellett nyifantani, és csak le kellett győzni, nem öltük meg. A legerősebb karaktereimmel mentem neki, úgyhogy... Forraj nincsen hang, mindegy. Bebagolódott. Gyerünk! Ez a kopácsolás. Challenge complete. Oké, hát... Nem kaptam érte semmit se. Ládát, semmit se. Egyébként egyre több helyen láttam ezt a festményt, ott azt. Hm. Jó hangzik, na mindegy. Ah, fény. Ah.
Tere-tere-tere. Na. Oké, ez is kész van. Igen. Na nézzük. Event befejezve. Hogy mi? Hogy mit nem szereztem meg? 60 gem, azt értem, de... Ja, hogy... Jó... Nem szabad belemenni ebbe az ütésébe. Szeretem kifullozni az eventet. 34, csomó gem, meg mi, vagy izé. Ez a Strom Event. Ó, hogy... Ez meg a másik. Spire Labis. Hát igen, még azt is be kéne fejezni, ezt. Ez az új. Jó, hát vissza kell menni ide. Le kell adni a cuccokat, mert most már le lehet. Eddig nem engedte ugye, még folytatódott az event. Tehát amikor megvan a négy küldetés, az alap négy, amit kapsz minden nap. Vagy mi? Mindig nem tudom leadni, hát megőrülök. Jó van akkor. Ugye ez hülyeség, na mindegy, hát. Be fogjuk fejezni. És ez a repú, ugye? Ugye már felesleges, mert ugye max levelem vagyok, tehát már nincs mit megszereznem. De ugye annyiban viszont érdemes megcsinálni. Ugyanis nem csak ezt, hanem a Leo és vagy a Monstatost. Mert ott van. Ugye nyilván a legnagyobbat érdemes, a legkisebbet választottam, mert most már egyébként nekem nincs rá szükségem, hogy pontokat kapjak érte. Ugyanis ugye ezért pontokat kapsz, látod, hogy bounty completed, és ugye nekem most azt kéne megcsinálni, hogy ugye három különböző ilyen kis boss-t, amit adnak, hogy meg kell ölni. Azt szeretnétek, hogy minél gyorsabban felmenjen a hűségetek az adott területhez. Akkor mindenféleképpen nektek a nagyot ajánlom. Ugye nem ezt a kicsit, ugye kaptok érte ugye pontot is. Ugye nektek ugye ezt kell, ugye nyilván több 100 pontot kaptok és 30 ezer pénzt, ugye. És akkor ez növeli itt alul ezt a repu szintet. Nekem viszont elég a kicsi, hiszen már nekem maxos. Nekem csak az kell, hogy ugye a BP levelet növelje, hiszen itt van a hetibe, hogy 3 bounty-t meg kell ölni. Meg 3 ugye requestet, ami szintén ugye egy adott területnek a questjei.
Ez ugye lehet bármelyik, lehet össze-vissza keverve, ahogy jónak érzi az ember. És ugye jó kis pontos pontokat kapok érte. És elég gyorsan meg lehet ugye csinálni. Mondom én ezt úgy, hogy ez elég erős karakterekkel vagyok. De nyilván... nyilván... a te szintedhez megfelelőeket kapsz, tehát én már 90-es szintű vagyok a játékban. Tehát én... attól függ persze, mely területen vagyok, ott ahhoz lévő szintű karakterek vannak. De... és... tehát én mutatom is, hogy itt igazából itt van, hogy 57-es a Adventure rankem. Karaktereim azok 90-esek. Tehát a World Level szinten meg 8-as. Ami ugye 8-as erősségű a világom. Tehát hozzám mondjuk alacsonyabb szintű nem tud hozzám jönni. Ha én segítek mondjuk valakinek, mondjuk ha azt mondod, hogy segítség kell neked, és ugye barátok vagyunk meg stb. Nekem szokott olyan lenni, hogy átmegyek az egyik kisebb szintű barátomhoz segíteni. És akkor egyértelműen is kaptam azt a háromhoz. Már csak a kis küldik el. És akkor átmegyek hozzá segíteni. Tehát, hogy én, mivel magasabb szintű, le tud menni, és akkor ugye bemegyünk ugye ilyen dungeonokbe, ilyen instákba, ha úgy tetszik. Cuccokat, jó cuccokat szerezni. Három küldi még mellé. Általában ezek a küldik, ezek olyanok, hogy imádnak kunyerálni, vagy hogy mondjam másképpen. Tehát, hogy ezek a küldetésekhez érdemes gyűjtögetni, hiszen ehhez legtöbbször olyan küldiket adnak, ahol nem megölni kell valamit, vagy valakit, vagy tudom én, hanem inkább gyűjtögetés. Itt például pont most kinyifantás cél, de legtöbbször nem ez, hanem az, hogy adjál, mit tudom én, kaját, különböző fűszereket, hozzávalót, stb. Stb. Úgyhogy... az meg is van. Az a közelebbi. Úgyhogy... mondom, érdemes ezeket, ugye mindig van mit csinálni a játékban, mindig van mit... nem akadna be a lépcsőbe. Elkészíteni, stb. Stb. Lehet közben ez ugye nyilván főzöcskézni. Hát itt például kell adni egy 10 darab ilyen lófittyet. Tehát, hogy ilyen követ. És ennyi volt. Kész. Úgyhogy annyi minden van, amit még tudnák mondani. De szerintem érdemes kitapasztalni. Tehát tényleg nagyon sok minden van ez a játék, most csak az alapokat, hát pár dolgot mondtam el, de annyi minden van. Most pont ahogy ide jöttem, itt van egy fa. Ez a fa ilyesmi ugye... ó. Ezt elhanyagoltam. Lehet látni, hogy következő két pörgetést kapunk. Tehát, hogy ez is lehet növelni természetesen elég hosszan a fának a szintjét. Amúgy nem lenne rossz, hogy érdemes, tehát csak én hát ilyen
ezzel nem igazán foglalkoztam, inkább más. Ilyen elektroszigileket kell gyűjteni, ezek pedig ebben a világban megtalálható, ez ilyen a Zuma területén, úgy értem, megtalálható mi az? Ládák. Csak eszembe jut. Vannak eldugva ládák a világban. És hol van egy? És hogyha azt a ládát megtalálod, elég sok van egyébként, szóval nem kell aggódni, itten nagyon durván el vannak rejtve. És ezek mindig visszajönnek egy idő után. És ezeket a ládákat megtalálod. És oda nézzetek, milyen szép. Ott is jó egyébként ott fönt felmászni. Vagy igazából van hozzá teleport. De innen látszik is a hegy. Nagyon-nagyon kemény. Tehát ott van egy például. De az nem pont olyan láda, amire én gondoltam, de hasonlít. Tehát, hogy nem így néznek ki, nincsenek kivilágítva. Általában a ládikák. Ez például azért van lezárva, mert meg kell ölni azt a luvnyát, aki előtte van. Mondjuk vannak ilyenek is. De... Na. Igen, kinyitódik a láda, és akkor látod? Elektroszigil egy darab keményen, tehát nem sok, nem esett sok belőle. De vannak persze olyan ládák, hát is egy luvnya, amikből azért több esik. Azok ilyen talált ládák, vagy hogy mondjam. Annyi minden van itt, amit lehetne csinálni egyébként, hogy egyszerűen nem tudom el, nektek elmondani szerintem egy 5 órába se. Na jobb, abban igen. Talán. De mondom, érdemes ládákat gyűjteni, stb. És ugye nyilván a világban vannak ilyen csillagok. Csillagok, hát inkább így, igen, csillagnak nevezem őket. A fönti, nem, azon ott. Ott fönt a másik sarokba. Mini térképen a kicsin. Megjelennek ilyen csillagok a térképen. És akkor ott található ilyen, hogy mondjam, ilyen lófitty. Tudom, mire gondolok. Ha azokat felveszitek, akkor a fő karakteretekkel, amint akiről szól a történet, elmész ilyen státusz szoborhoz. És akkor ugye nyilván minél többet ilyet gyűjtesz. Ez van egyébként, mondom most, a karakterünk elektróra van beállítva. Ez egy új... És ha sokat gyűjtesz, akkor ezt tudod fejleszteni, ezt a státusz szobrot, vagy ilyen... Hogy hívják ott. És akkor ugye kapsz jutalmakat. Természetesen most 8-as lett. És akkor kapsz a karakteredhez különböző dolgokat. Ugye ezeket viszont meg kell őket, elektrokulusszakat, meg kell találni a térképen. Ilyenekből van, nyilván, amikor elkezded a játékot, akkor van ilyen széltípus, először csak széltípusú lesz, aztán amikor felfedezed jobban, akkor Liuyébe mész, akkor ott lesz geotípusú, ilyen kis lófittyeket kell keresni. És mivel ez az új sziget, idézesen új sziget, ugye ez évi, akkor itt viszont elektro, ilyen kis lófittyeket kell kutatni. Nagyon-nagyon sok van, el vannak rejtve a térképen, természetesen van online, Google-ben van ilyen térkép, ami megmutatja a 100%-os pontos helyét, hogy hol van. Ezek nem teremnek vissza soha, tehát ezek, ha egyszer felveszed, akkor felvetted, de ezek fix darabszámban vannak a térképen, tehát, és ott azon az online térképen meg lehet nézni.
Tudom, ez egy kicsit hosszú, meg ilyenek, de én igazából ezt, és ugye látod, kapsz gemeket, és mindig jobban felhúzod. És láthatatok egyébként a következő szintnél, ha használnám a fő karakterekat, akkor ilyen Memory Violet Flash-t kapnék, meg még egy kis szigilt, meg még gemet, meg izé lófittyet. Csak ahhoz még kéne, itt van, 28-ból meg van 3, tehát még 25 darab ilyen elektrokuluszt kéne megtalálnom, de erre nem fektettem annyi energiát, mint régebben. Már a másik két vidéken, hogy mondd, ott ki van maxolva, tehát ott nincsen már ilyen. Na mindegy, és azért mondom, érdemes ilyeneket, ezeket is lehet kutakodni, ki lehet maxolni, annyi mindent ki lehet maxolni, hogy el se hiszitek konkrétan. Most ládát keresek, mert egyébként ide szoktak néha így rejtegetni dolgokat. Ládákat. Csak úgy randomra. Meg... beteszik különböző helyekre, meg ilyenek. Még a városban is el vannak dugva, tehát hogy... ilyen dolgok néha. Igazából megnézhetném a térképen is, de hát... kinek kell térkép? Na mindegy, és akkor el kell kezdeni. Ajjaj. Vajon ezt kéne elkezdenem, vagy a másikat szerintetek? Ez a Goró. Taurus. Az Arataki Ittó. Nem az ittós kéne nekem. Akkor várjatok. Hát akkor ezt az eventet is szívtam. Pedig ez egyébként ez nem volt rossz ez az event egyébként. Ugye itt ki lehet próbálni az két is új karaktert, amúgy nem rossz. Inkább ezt megcsinálom. Syria Island, és csinálnom kell... melyik curumi, szireál, ide kell jönnem, és csinálni kell az izét. Fényképet. Na hát ez egy kegyetlen egy. És hol kéne fényképeket csinálni? Ezt mondtam, és nézzétek, ott van fönt egy, ott lebeg. Ilyen elektrokulusz. Azt most hogyan lehet elérni? Ha! Na le kéne jönni, föntről esni valahonnan. Így mondjuk. Így is lehet. Csináljak 4 fotót. Jaj, nem akartam leesni. Nem akar működni. Pedig ezt valahogy működésbe kell majd hozni. Egyébként ezeken nagyon gyorsan lehet száguldozni hát ezen a vidéken is. Itt van fönt egy csövi.
Beadta? Nem. De milyen képet akar, hogy készítse meg? Honnan? Vajon? Akkor menjünk ide föl. Legfölülre. Én nem jó a fotó, csinálnak valami fotót. Fotó. Ha! Magasan vagyunk, ugye? Attól függ, hogy hogyan szeretni. Ezzel csináljak fotót? Vagy az ilyen... ládában lévő fotómasinnal. Special kamera. Nem. Hát de... miért nem? Hát... Mindjárt megnézem szerintem, hogy hogyan... Á, ott van egy ilyen kis kapu egyébként, ez nagyon jó, hogy van itt ilyen. Mert régebben ezekkel jutottam föl. Uhú! Nem jó. Na nem. Akkor ennek valami más lesz a nyitja. Lehet meg kell keresni azokat a pontokat itt az Islandnél, hogy ott is lett egy csillag hirtelen. Valahol itt. De hol? Kettő is lett itt hirtelen. Azért például nem járt semmi, az úgy, vagy járt, vagy csak én túlságosan gyorsan szedtem fel a... Hol van a... Valahol. Itt már voltam bent egyáltalán? Ja, ez az új hely. Igen, ilyenekből is be lehet menni, ugye gyerekek? Itt ilyen dungeon van. Mit lehet kapni? Healing bónuszos és defes. Szóval support vagy tank cuccok. Nem rossz, de most itt fölötte állok. Ez a... valahol itt kéne lennie. De hol? Megőrülök. Hát ott van a fán! Hallod? Hát... na mindegy, és akkor most én gyorsan szerintem megjelölöm ezen a térképen, hogy Mizu. Nem tudom, hogy ezt ti látjátok. Nem.
Gyere, megmutatom egy pillanat. Mire gondolok? Mire gondoltott a költő? Tehát... ki is nagyítom. Tehát én most itt vagy. Látok, mennyi helyen van ez az Inazuma területén? Hát valami atombrutál sok. Na már most statue. Azt mondja, hogy én valahol ide teleportáltam. És ugye van ez, hogy megtaláltam. Most azt nem látok, de itt most éppen belép. Belépett Miharu Channel névre. És akkor mutatja, hogy itt most megtaláltam ezt a dolgot. Visszalépek a játékba. Pillanat, csak azt nézem, hogy hol vagyok, hogy jó helyen jelöljem be a dolgokat. Igen. Hát nem jó helyen jelöltem be. Ezt találtam meg, nem a másikat. Meg itt voltam, és azt hiszem ide teleportáltam, ugye? Ugye megnézzük. Most nem látjátok, de... Igen. Akkor én... Meg itt ezt meg is találtam. Felvettem. Tehát érdemes egyébként ezeket megjelölni a térképen. Ma nem jelölöd be... Az a, itt egyébként legyetekes, hogy Genshin Impact Map. Ha nem jelölitek be ezeket a dolgokat, akkor hát elég össze fog titeket zavarni, mert állandóan azt mondjuk, ha hiányozni fog egyetlen egy darab, vagy nem is tudom mennyi, és keresed azt az egyetlen egy darabot, hogy hol a jóisten tevegyergébe van, és nincsenek ezek bejelölve, és végigjárod egyenként ezeket a dolgokat, tehát a térkép úgyis mutatni fogja nektek egyébként. Tehát ettől függetlenül mutatni fogja. Ilyen kis csillagocskákkal ott fönt ott a felső részen. De ha... Mondom... Tehát... itt fel is vissza is megyek, mert itt... ebből itt is a fa tetején lesz, hogy én vagy nem tudom. Pedig itt mutatta, nem? Tök jó kérdés. Kicsit följebb jöttem. Most nem mutatja. Ja, hogy ott van. Na. Nem hiszem, hogy nem látja, hallod a karakter. Hát itt van, áll. Na szóval. És akkor most mi van? Meg kell gyújtani. Vannak ilyen rejtvények. Hát... Kapcsold már be. Kapcsold már be az a tüzet! Oh! Tehát... Ding. Na
De majd érdekes, majd megcsinom ezt a rejtvényt, ezt is. Egyébként nagyon sok, mint ennél, aha, nagyon sok videó van egyébként különböző rejtvényekről. Ebben is volt egy szigill, egy darab. Szóval így nagyon sok ilyen rejtvény van ezen a szigeten, amit meg lehet csinálni. Nem csak ezen a másikon is, tehát a másik kettőn. Amit meg lehet igazából csinálni, és annyi mindent lehet, hogy... Hogy az... Ezek is... Szintén olyanok, hogy... Ja? Ja, robban. Hol van a maradék? Ah, mennyi ember robban? Szóval, mondom, nagyon sok minden, amit lehetne ebben a játékban csinálni. Én nem tudom, hogy mennyire jött meg nektek a kedvetek ugye, mondjuk ehhez. Így durván így 2 óra alatt. Annyit vettem föl. Egy. Kettő. Három, három. Egy, egy. Igen, vannak ilyen logikai dolgok, azokat egész szeretem megcsinálni, csak... Csak néha így ki van a kis balherém. Meg a jobb is az ilyen dolgokkal. És nem, itt egyáltalán nem egyértelmű a... Hú, ezeket nem szeretem. Robban. Szóval, igen. Mi volt ez? Kihagytam. Ez is készen van. Meg se... Oh, de miért vagytok ennyien? Úgyis meghaltok, nem mindegy. Ah, tehát melyik alakot kellett volna ide behoznom? Hát nem ezeket. Annyival vagyok, de igen, a csillag. Olyat kell valami, hogy összehúzza őket. Na hát mindegy. Az arra nem működik, csak visszafele. Jó van. Igen, lehet horgászni, meg mit tudom én. Most kukkolok amúgy, hogy merre vagyunk arccal. Ezt még nem csináltam meg, úgy látom. Na, fel is ébredtek egyértelmű. De jó. Gyorsan megoldjuk a dolgokat a jakával, csak...
Azon nem újjék. Nem. Most gyere rá, hogy mi van. Szimbólumok nem jöttek be, mert hogy... Nem. Anyád, de megijedtem. Csak a Viper. Elfelejtettem kikapcsolni. Hát nem. Jó, hát itt lehet sokfajta dolog. Hűha! Oké. Nem. Hát... Hát akkor szomorodjon meg az a teheráni nénikéd, az majd... Majd később. Majd később. Mindegy, annyi van itt egyébként, mint az égen a csillag. Amúgy. Mindegy, és akkor jó, mindegy. Ezzel most nem fogunk foglalkozni. Te jó Isten. Úgyhogy már csak az új van. Az új karakternek az eventje. Úgyhogy szerintem azt én meg fogom most csinálni. Az ittósat. Úgyhogy... És pont már hívnak is telefonon. Viszont, akkor így igazából előjáróban annyit, hogy én köszönöm, hogy velem tartottak. Tudom, hogy hosszúra nyúlt a videó, de megpróbáltam minél jobban, kicsit jobban belemenni, belemagyarázni, elmagyarázni dolgokat. Tudom, hogy talán nem sikerült úgy a magyarázkodás, vagy a magyarázás, ahogy azt lehetségesen szerettem volna. Viszont kicsit jobban bele akartam magamat mutatni a játékot. És így ezért lett egy kicsit ilyen hosszú, meg bénázkodással. Ez előfordul nálam, a bénázás, úgyhogy ezer millió sorry. És igazából nem tudom, hogy ki szereti még ezt a játékot rajtam kívül, én nagyon. Akinek unalmas volt, annak ezer sorry.
Akinek nem, annak meg köszönöm, hogy végignézte. Meg hogyha valaki nem is szereti ezt a játékot, és mégis végignézte, akkor annak is köszönöm. Meg aki nem is ismeri a játékot, és az is végignézte, annak is köszi. Szóval kb. Aki végignézte, vagy csak ha beleugrattál, de akkor is végignézted, akkor is kösz. Lesznek egyébként még ilyen videók, hogy itt játszogatok, stb. Általában ez igazából live-ban jó, mert ott is egy csomó tudok magyarázni, meg stb. De ha akarjátok, akkor ha persze van igény, akkor lehetnek olyanok, hogy különböző eventek, hogyan csinálom meg, mit, hogyan kell, stb. Kit mire kell buildelni, mármint karaktert, milyen tucokat kell ráadni. Például nem is beszéltem egyáltalán, hogy kinek milyen kard való, milyen cucc kell a karakterére, honnan tudja beszerezni, milyen kajákat lehet csinálni, a kaják azok mit csinálnak, tehát valami, ami ad életet, ad erősítés, bla. Annyi minden van, hogy mondom, ebben olyan sok minden van ebben a játékban, hogy konkrétan nem arról van szó, hogy nem lehet végigmagyarázni, csak elég hosszú. Egy ennyi. Egyenlőre. Így. Mindegy. Mind nagyjából ennyi. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy megnéztétek is, hogy itt voltatok, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Remélem, élveztétek. Én mondom, én igazából nagyon ebben a játékban úgy elveszek, szóval... ja. Úgyhogy... egyedül ennyit szerettem volna, úgyhogy mindent köszi, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!